A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, ünnepelni és köszönteni, illetve köszönni jöttünk, hiszen Szélig Viktor Tamperében az idei A-csoportos világbajnokság helyszínén átvette a holofilm Ocskai Gábor, ifjú Ocskai Gábor posztumus díja után ezt a Bibi Toriani díjat, ami egy nagyon-nagyon fontos elismerés, arról nem is beszélve, hogy összesen ugye veled együtt most már 5 magyar foglalhat helyet a hírességek csarnokában. Én azt hiszem, hogy gratulálok minden jégkorong barát nevében. Nyilván ezt már megtették nagyon sokan, de hát ez most egy ilyen történet. Azt ígérem, hogy az A-csoportos VB-ről most nem beszélünk, egy kicsit idézzük meg a te pályafutásodat, hiszen jelenleg a Fehérvár AV 19 sportigazgatójaként tevékenykedsz, ugyanakkor az annak idején 2016-ban, mikor megérkeztél Székesfehérvárra, valljuk meg, meglepetést keltett, de hogy azt a pályafutást is egy kicsit szemügyre vegyük, azt hiszem, hogy fontos, hiszen Dunaújvárosban indultál el, Dunaújvárosból, ami akkor egy olyan éra volt, mármint a jégkorongban, hogy példaértékű, hiszen meg annyi fantasztikus játékos került ki a Dunaújvárosi Kohász jégkorong csapatából, a töpörtyüktől a nagyocskákig, és figyelemmel kísérhettük, hogy nőttök fel, és viszitek sokra, ha úgy tetszik, a C-csoporttól az A-csoportig. No, beszéljünk egy kicsit Dunaújvárosról, hiszen azt tudjuk, hogy elég furcsa módon kerültél a jégkorong közelébe. Hát először is köszönöm szépen a gratulációt, igen, óriási elismerés ez a díj, úgy gondolom, csak nekem, de a magyar jégkorongnak is szól. Hát hogyan, nagyon, nagyon érdekes történetek, ugye volt itt lehetőségem a díj átvétele után egy rövid beszédet is tartani. Azért ott is kiemeltem, hogy nálunk azért a Dunaújvárosban elég érdekes volt az, hogy a gyerekek hogy kerültek a jégkorong közelébe. Az én történetem is, én úgy gondolom, hogy a mostani fiatalok szemével nézve egy kicsit speciális, de összes többi srácnak is hasonló utat járt be egy kicsit. Mondjuk talán máshonnan indulva, meg más célokkal, meg más reményekkel, de valahogy idézőjelben kézen fogva együtt mentünk ezen az úton. Mi elég későn kezdtük el ezt a sportágat, ugye én 9 éves koromban is volt, aki 11 éves korában kezdte a jégkorongot, ezért a mai világban ez már elképzelhetetlen, ennyi idősen a srácok már úgy cikáznak a jégen, mint a kis ördögök. Mi még akkor bontogattuk a szárnyainkat, de ez egy teljesen más világ volt, teljesen más korszak volt, és egy picit talán más volt a sportág is, amit játszottunk. Igen, Kercsó Árpád nevét nem hagyhatjuk ki. Én azt hiszem, hogy meg annyi Dunaújváros is rászmondhatja el magáiról, hogy azt a veretes pályafutást neki köszönheti igazából. Abszolút. Én is a sok edző közül, akivel volt szerencsém dolgozni, őt mindenképp kiemelném, hiszen neki köszönhetjük azt, hogy jégkorong játékosok lettünk. Jó hosszú közös múltunk van, hogy így fogalmazzak, jó sokáig dolgoztunk együtt. Így utólag látva talán egy kicsit túl sokáig is, de valahogy egy picit olyan volt, mint a szülő és gyereke viszony, ami teljesen érthetően, gondolom nagyon sok mindenkinek az életében azért ez előfordult, hogy van az az időszak, amikor a gyerek egy kicsit a szülőkről le akar válni, de az az időszak is eljön majd egy picit már érettebb fejjel, hogy az ember tudja azt, hogy mit köszönhet a szüleinek, és tudja nagyon jól azt, hogy ő csak jót akart. Én úgy gondolom, hogy ez egy közös, mindenkinek egy picit előnyös együttműködés volt, hiszen mi azért tudtunk előre menni, mi nagyon jó alapokat kaptunk, ő pedig általunk lett igazából Magyarországon is elismert edző. Ugye nem feledhetjük, hogy az akkori időszakban csak néhány hónapig volt jég a jégcsarnokokban, ez így volt Dunaújvárosban, de Jászberényben és Székesfehérváron is. Ugyanakkor az a tehetséges fiatal korosztály, a 75-76-osok nagyon sokat tettek azért, hogy a C-csoportból elindulhassatok. Te magad például
3 korosztályban lettél válogatott egyidejűleg, az ifitől a felnőttig. Azt hiszem, hogy ez már bizonyította a tehetségetet. De mi mindent kellett tenni napról napra azért, hogy ez a tehetség megmutatkozhassék a pályán is? Nagyon érdekes, mert nekünk volt egy olyan lehetőségünk, ezt annak idején a Magyar Jégkorong Szövetség döntésének is köszönhettük, hogy a mi korosztályunk nagyon sok lehetőséget kapott. Például nyaranta ugye még a megboldogult Budapest sportcsarnok pincéjében, ahol ugye egy nem szabványméretű jégpálya volt, lehetőségünk volt szinte minden nap oda menni és korcsolyázni és edzeni, ami előtte elképzelhetetlen volt. Tehát nekünk sokkal több lehetőségünk volt arra, hogy közelebb zárkózzunk egy kicsit az élmezőnyhöz, a jégkorong élmezőnyhöz, mint az előttünk lévő korosztályoknak. Tehát ez egy döntés volt a Magyar Jégkorong Szövetség részéről, azért is volt lehetőségünk arra, hogy felnőtt szinten ilyen hosszú karriert befussunk. Ugye többet magammal már 17 éves korunkban világbajnokságon tudtunk szerepelni, felnőtt világbajnokságon, és igen, ahogy mondod, akkor még azért bőven U18-asok voltunk, tehát az első felnőtt világbajnokságomról az édesapám vitt haza, mert utána az U18-as nemzetközi eseményre mentünk, majd utána még egy évvel előtte már junior világbajnokságon játszottunk, tehát tényleg ott egy kicsit összemosódnak így a korosztályok és a világesemények, amin volt szerencsénk részt venni, de nagyon jó volt, hogy ilyen korán már ebbe belekóstolhattunk, én szerintem mindenki tudott belőle nagyon sokat profitálni. Igen, hát több mint 20 világbajnokságon szerepelhettél, azt hiszem, hogy ez egy rekord Kangyal Balázzsal karöltve, és hát a válogatottságaid száma is megerősíti. De téged mennyire erősített meg az a bizalom, ami körülvett? Hiszen egy olyan poszton játszottál, ami abszolút bizalmi kérdés. Olyan szempontból egy picit szerencsénk volt nekünk, hogy nem volt talán akkora merítési lehetősége, sőt, biztos nem volt akkora merítési lehetőség mondjuk egy szövetségi kapitánynak, hogyha egy válogatottat össze szeretett volna tenni, mint mondjuk ma. Zárójelben megjegyzem, ma is lehetne egy picit nagyobb, de annak idején most lehet, hogy egy kicsit bután fog hangzani ez a példa, de hát, hogy 20 emberből kellett a 22 fős utazó válogatottat összeállítani, tehát nem nagyon volt variálási lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ezért is volt jó döntés annak idején az, hogy a mi korosztályunk egy picit több lehetőséget kapott, és nagyon remélem, hogy ezt a lehetőséget meg is tudtuk hálálni. Igazából csak visszatér az előző kérdésedre, hogy mit kellett ezért tenni. Akkor nem éreztük azt, hogy mi bármilyen extrát csinálunk, csináltuk a dolgunkat, edzettünk rendesen, próbáltuk a maximálisat nyújtani ugye a mérkőzéseken is, és valahogy szerencsések is voltunk, hogy jól alakultak ezek a dolgok. Tulajdonképpen nektek köszönhető, hogy a jégkorong egyre népszerűbb lett a közönség körében is. Nem volt olyan jégpálya, nem volt olyan OB1-es meccs, ahol ne lett volna teltház. Ez vonatkozik minden vidéki és budapesti városra, illetve csapatra is. Ugye viszont a te pályafutásodban nagyon fontos volt a tehetség és emellett a szorgalom, ami kézenfogva járt, hiszen 20 esztendősen már a legjobb hátvéd voltál, aztán ezt még megismételted számtalanszor, és végül is jóval több mint 2 évtizedig szerepeltél magas szinten. Ehhez mit kellett tenni a hétköznapokon? Az biztos, hogy sok lemondással járt a dolog, de lemondás most így utólag nézze az, hogy a barátoknak azt kellett mondani, hogy most nem tudok hozzátok csatlakozni, mert éppen edzés van, vagy mérkőzés van, vagy valahol túrán vagyunk. Az is egy jó baráti társaság volt, tehát ott is nagyon jól éreztük magunkat. Igazából azt mondom az egyik oldal, hogy lemondás, a másik oldalon meg azt mondom, hogy egy sokkal szorosabb időbeosztás, amit abszolút az ember tudott később kamatoztatni. Érdekes volt, hiszen én visszatekintve a pályafutásomra, én igazán a szószoros értelmében profi jégkorong játékos, ami azt jelenti, hogy csak a jégkoronggal foglalkozik és semmi mással, az a pályafutásom utolsó pár évében voltam, mert itt Magyarországon azért mindig, amikor még Dunajvárosban játszottam, akkor azért mindig volt vagy iskolai tanulmányok mellette, vagy amikor befejeztem az egyetemet, akkor egy kis munka is már ugye becsatlakozott, tehát mindig csináltam valami más, nem csak a jégkorongot. Ez személy szerint nekem nagyon segített, hiszen jó volt, ha az egyik helyen annyira nem
álltak össze a dolgok, vagy nem úgy mentek, hogy szerettem volna, akkor még mindig a másik szegmensből az ember tudott egy kis erőt meríteni, mert azért hát elég rendes hullámhegyek, hullámvölgyek vannak egy karrierben. Hát, jogról és Briankorról fogunk még beszélni, de egy kicsit még térjünk vissza az edzékhöz, mert én azt hiszem, hogy ahogy megköszönted most a díjátadón is, hogy nagyon fontos szerepet játszottak Kercsó Árpádon túl is a pályafutásodban. Pat Cortina, említettem még, nem csak nekem, én úgy gondolom, ugye nekem a válogatottban volt vele lehetőségem együtt dolgozni, de ő székesfehérvári srácokkal nap mint nap együtt dolgozott. Én úgy gondolom, az egész generációs a magyar jégkorognak akkor nagyon kellett egy ilyen személyetű edző, aki megmutatta nekünk az apróságokon keresztül is, hogy mitől lehetünk, mitől tudjuk magunkból a maximumot kihozni, és mitől lehetünk tényleg megint ezt a szót használom, profi jégkorong játékosok. Tehát személy szerint nekem is ebben nagyon sokat segített. Egy teljesen más szempontból közelítette meg a játékosokat, mindenkinek az erősségét egy picit erősítve, és a gyengeségét egy kicsit gyengítve. Nem csak így az eredményesség szempontjából tudott hozzánk adni nagyon sokat, hanem a személyiségünk szempontjából is, úgy gondolom. CBA, és most nem az élelmiszerláncról beszélek, tehát ez az út, és a szaporói csodával karöltve azt hiszem, hogy teljes volt ilyen értelemben a pályafutásod, és ha azt mondom, hogy ráadásul azokkal érted el, akikkel töpörtjük korod óta felnőttél, az egy fantasztikus történet, mint ahogy Briankon is. Abszolút, azért is volt szerintem a mi csapatunk ennyire, úgy is hívtuk magunkat, hogy a kis család. Egyébként ez pont Pat Cortina volt, aki így ránk aggatta, de nagyon találó volt a dolog, hiszen még hogyha nem is voltunk mondjuk sülve-főve mindig együtt, még hogyha a klubszínekben esetleg véremenő csatákat vívtunk, mondjuk a playoffokban, vagy a bajnoki döntőkben, de amikor a válogatottban játszottunk, akkor valahogy ezt mindenki félre tudta tenni, és tényleg egy cél érdekében közösen tudtunk, én úgy gondolom, jó hangulatban dolgozni. A Szaporóban voltunk a legjobb korban a legjobb helyen, tehát ugye akkor már mindenkinek meg volt a megfelelő tapasztalata, tényleg mindent tudtunk már szinte a másikról, aki kivéve egy-két fiatal srácról, ugye, aki akkor csatlakozott, de a mag az tényleg évek óta vagy egymás mellett, vagy egymás ellen, de tehát a pályafutásunk az abszolút párhuzamosan folyt, és nagyon jól ismertük egymást. És igen, kellett ez a válogatott szereplés is ahhoz, bár amikor én Franciaországba kikerültem, az 2006, ugye Szaporó az 2008-ban volt, én úgy gondolom, hogy nagyon sokat segített nekünk a Fehérvárnak az osztrák bajnokságban való szereplése, illetve az, hogy akkor már azért jó pár játékos külföldön tudott játszani egy teljesen más versenyeztetésben és egy teljesen más nyomás alatt. Lucsánot mindig emlegeted, a Brianconi mestert. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, de mielőtt róla beszélnénk, hogy mit lehetett átörökíteni, amit ma is hasznosítasz itthon, abból a 10 évből, amit Franciaországban töltöttél. Beszéljünk a jogról egy kicsit, mert azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat volt, hogy elindítottad magad az egyetemen, és hogy be is fejezted. Függetlenül attól, hogy közben azért élsportoló maradtál. Nekem a jogi egyetem már a második diplomám volt. Az első az egy ilyen műszaki vonalon szereztem, mert én olyan középiskolába is jártam, ilyen családból jövök, tehát az volt az automatikus vonal, hogy úgy mondjam. Ez a jogi dolog, ez meg egy kaland volt, tehát nagyon kíváncsi voltam arra, hogy képes vagyok ezt megcsinálni. Szerettem magamat mindig egyébként így kihívások elé állítani, és ezt erre teljes mértékben így tekintettem. Mellette meg érdekeltek is ezek a dolgok egyébként. Azért volt érdekes, mert nekem ez a vizsgadruk, meg szoros határidők, ezek nem voltak ismeretlenek, hiszen a sportban nagyon hasonló
embernek időbeosztást kell követnie, illetve a vizsgák azok teljesen olyan druk volt, mint a mérkőzések előtt, tehát engem ez nem blokkolt, hanem inkább dopping volt, és olyan, ahogy mondtam is a beszédem, olyan 30 éves korom körül, amikor már úgy nem nagyon látszott, hogy merre tovább itt a magyar jégkorongban, akkor tényleg gondolkodtam azon, hogy esetleg lehet, hogy a civil életben lenne nekem a helyem a jövőben. Így is történt, ugyanakkor maradtál a jégkorongnál, de előtte egy kicsit Briankon. Ez egy évtized, az én azt hiszem, hogy nagyon fontos egy ember fia életében. Hát abszolút, főleg úgy, hogy 48 éves leszek, tehát a 10 év azért az egy nagyon szép nagy szelete az én eddigi életemnek. Nagyon szép 10 évet töltöttünk ott. Érdekes, hogy a terv az volt, hogy az első szerződésem 2 évre szól, de direkt kikötöttem, hogy ha 1 év múlva esetleg nem tetszen a dolog, vagy a családomnak nem tetszen a dolog, akkor én ebből kiléphessek. Tehát abszolút nem úgy vágtunk neki ennek a kalandnak, hogy ez egy 10 éves periódus lesz, de nagyon örülök neki, hogy ez így alakult, hiszen nem csak a kislányomat köszönhetem ott a Briansoni éveknek, ugye ő ott született, hanem nagyon komoly, én úgy gondolom, hogy személyiségváltozáson mentem keresztül, amit megint csak úgy gondolom, hogy nagyon jót tett nekem. Tehát nagyon jó volt az, hogy egy kicsit kimozdultam ebből az itthoni közegből, a számomra már kényelmes közegből, és abszolút egy olyan helyre kerültem, ahol újból meg kellett azt mutatni, hogy én igenis hasznos tagja tudok lenni egy csapatnak, és abba be tudok illeszkedni, úgy, hogy teljesen nulláról kezdve az egészet. Amire egyébként nagyon büszke vagyok a Briansoni időkből, az, hogy kaptam a Brianson városától egy elismerést kint, ami így egy külföldi sportoló a közösségért tett munkájáért díjaztak, amit még egy külföldi sportoló sem. Igen, furcsa világ, Franciaország, azt tudjuk ebből a szempontból. Egyik ott a városban, ugye ez egy kicsi város, ugye jégkorong volt a fő sportág, és elég sok külföldi játszott ott, de én kaptam ezt az elismerést, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Bár vele kóstoltál a vezetésben kint is, de mikor jött az az elhatározás, hogy mindenképpen vezetőként szeretnéd folytatni a pályafutásod és a jégkorongon belül? Az, hogy én a jégkorongban fogok maradni, azt én nagyon sokáig nem gondoltam. Ugye beszéltünk róla, hogy gondolkodtam egy ilyen más civil karrierben is esetleg, de ahogy teltek, múltak az évek, úgy lett ez a kapcsolatom ezzel a sporttal sokkal szorosabb, és láttam meg azokat a gyönyörű dolgokat, amiket így, amikor benne vagyok, és nap mint nap edzek, és felkészülés van, akkor nem feltétlenül biztos, hogy átéreztem, vagy éreztem. A pályafutásom vége fele jött el az időszak, amikor gondoltam, hogy hát ha ennek a sportágnak azután, hogy nagyon sok minden szépet kaptam tőle, valamit vissza is fogok tudni adni. Illetve már az aktív pályafutásom vége fele is foglalkoztam ilyen sportvezetői dolgokkal, mert kíváncsi voltam, hogy ez tetszik-e nekem, ezt tudom-e csinálni, és megtetszettük egymásnak, tehát örülök neki, hogy ott kaptam lehetőséget, hogy ebben azonnal belevessem magam Briansonban, hogy elkezdjem ezt a sportvezetőséget, de ami nagyon nagy sok volt számomra, és talán nem számítottam rá, hogy mennyire más dolog ez, mint játékosnak lenni. Én azt gondoltam, hogy jövök a sport világából, játszottam 30 évet, ismerek azért elég sok embert, és ez majd egy ilyen teljesen egyszerű kis átmenet lesz majd, de abszolút nem. Tehát minden, ott abban az egy évben kaptam egy nagyon jó leckét arról, hogy itt igenis megint nulláról kell mindent kezdeni, igenis itt megint minden nap valamit tanulni kell, ugyanúgy, mint a sportolói karrier során, ezt is szépen fel kell építeni ahhoz, hogy működjön. Ugye arról már szóltak hírek akkor, mikor hazaérkeztél, hogy a Jégkorong Szövetségbe fogsz menni, spondját rá, mert mi itt Fehérváron nagyon örülünk, hogy nem itt történt, és akkor 2016-ban megkaptad a lehetőséget, ez idestova 7 esztendeje már, és azt mondom, hogy elindult egy olyan úton a volán, vagy most mindegy, hogy nevezzük, Fehérvár AV19, hogy az példa minden csapat, és nem csak a jégkorong sportban. Mi volt az első dolgod, és hogyan tudtad felépíteni önmagadat, illetve a klubot?
Hát nagyon örülök neki, hogy annak idején csörgött a telefonom, és idősebb Bocskai Gábor hívott, hogy üljünk le, beszélgessünk, és nézzük meg, hogy van-e közös pont, ami mentén esetleg együtt tudnánk dolgozni. Érdekes volt, az első év az abszolút egy ilyen megfigyelő státusz, vagy helyzetfelmérés. Nem kellett itt, én úgy gondolom, hogy radikálisan dolgokat másképp csinálni. Az alapok azok remekek voltak, én szerintem óriási dolog volt az, hogy a fehérvári csapat meg tudta vetni a lábát ebben az osztrák bajnokságban, és stabil tagja tudott lenni az osztrák ligának. Igazából hogy ilyen finom hangolások kellenek, ugye, ahogy mondtam, még az edzők vonatkozásában is, ugye, hogy Pat Cortina mit tudott hozzáadni ehhez az egész produktumhoz. Tehát az alap megvolt, de hogy hogyan tudjuk a lehetőségeinkből a maximumot kihozni, én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb kihívás, ami ugyanúgy a vezetői oldalon, mint a játékos oldalon egy csapatmunka, én ezt erre most is így tekintek, tehát a kollégákkal együtt, a csapattal együtt, a játékosokkal együtt, hogyan tudunk olyan messzire menni, amilyen messzire csak tudunk, tudva azt, hogy azért vannak korlátok. Igen, hiszen a Jégkorong barátok ott a Raktár utcában 3000-en, illetve Magyarországon mindenhol várják az eredményeket. Az Ebelben mondjuk a legjobb négy, a top négy bejutást, a magyar bajnoki cím meg, ha úgy tetszik, meg kupa győzelem, meg természetes talán. Ehhez nyilván nagyon sok munka kell. Melyek voltak-e olyan nehéz időszakok, amelyeken fontos volt, hogy át tudj lendülni? Abszolút, ez a munka, ez a sportvezetőség, ez lehet, hogy kívülről egy nagyon kényelmes és irigylésre méltó pozíció, vagy munka, vagy munkakör. Belülről nem feltétlenül mindig ilyen. Rengeteg kihívás van, ami, és rengeteg olyan feladat, és rengeteg olyan probléma, amit az ember azt hiszi, hogy már látott, és meglepetések nem érhetik. De mindig van valami új, mindig van valami olyan, amire az ember nincs felkészülve, tehát folyamatosan aktívnak kell lenni, folyamatos probléma megoldásból áll egyébként a feladat, és folyamatosan vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, tehát ugye a csapat szereplése, amire nem feltétlenül mindig van ráhatásunk, ugye, mert a csapatot összerakjuk, nézhet az ki bármilyen jól papíron a szezon előtt, de nem feltétlenül biztos, hogy a papíron legjobbnak hit csapat fog majd a legjobban szerepelni. Erre én úgy gondolom nagyon jó példa az előző, a két évvel ezelőtti szezon és a mostani szezon, hiszen mindenki azt hitte, vagy úgy gondoltuk, hogy ez a csapat, akivel most befejeztük ezt a szezont, ez erősebb lesz majd, mint az előző, de az eredmények mégsem úgy alakultak. Nagyon sok mély pont volt egyébként, de úgy mondom, hogy ez egy napon belül is elő tud fordulni, de ezeket kezelni kell, ezeken túl kell lépni, és lehetőleg mindig pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. Ugye a jelen csúcspontja mindenképpen a Bibi Toriani díj, a Hall of Fame tagság, a jövő csúcspontja pedig nyilvánvaló az új csarnok átadása lesz. Milyen gondolatokkal köszöntöd? Hiszen nyilván már százszor elgondoltad, hogy milyen lesz ott otthon találni. Hát először is azért elmenve ott az épülő vagy az építkezés mellett a Budai úton egy héten háromszor, négyszer öröm látni, hogy hogyan fejlődik az épület, hogy hogyan lesz szebb, és már a készhez közeli állapot. Volt szerencsénk egy jó párszor már belülről is megtekinteni az előre haladott munkálatokat. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak Székesfehérvárnak, de a magyar jégkorongnak is egy óriási dolog, és a magyar sportnak is egy óriási dolog, hiszen pont egy akkora méretű csarnok lesz ez, ami hiányzik jelen pillanatban Magyarországon. A klubunk szempontjából viszont én úgy gondolom, hogy óriási kihívás lesz, tehát az osztrák bajnoksághoz való csatlakozáshoz hasonló nagy kihívás lesz az, hogy nekünk lesz egy új otthonunk. A Raktár utcai 2200-500-as átlagnéző számot ugye jelentősen meg kell majd növelnünk, ehhez mindenképpen majd az organizációnk, a szervezetünk is egy rendkívül nagy kihívás elé fog majd állni. Mellette meg azért fontos lenne az is, hogy a csapat is együttőképes, kompetitív egylet legyen, hiszen
remélhetőleg egy jobb eredmény, egy playoff szerepléssel egyszerűbb lesz majd mondjuk kétszer ennyi embert bevonzani abba a csarnokba, mint amennyien most a Raktár utcába szunkon. Igen, ide kell hozni majd a válogatott meccseket is, és egyre feljebb. Egyébként én mellékszál, de mondtam a veszprémi barátaimnak, hogy szebb lesz a miénk, mint a veszprémi csarnok, bár ugye az más célt szolgál. Milyen jövőképünk van ezen túl? Mit kívánjunk neked? Nagyon remélem, hogy ugye ez az új csarnok kapcsolatban ezt a kihívást mi meg fogjuk tudni ugrani. Ehhez nekünk nagyon sok munkára lesz majd szükségünk. Én szerintem csak, ha jó egészséget kívánsz nekem ehhez, meg nekünk ehhez, ugye ahogy mondtam, ez egy csapatmunka, akkor már csak rajtunk múlik, hogy ebből mi fogunk tudni kihozni. Történjékig jó egészséget kívánok neked és minden munkatársadnak, természetesen valamennyi jégkorong barátnak, hogy élhessék át azokat a csodákat, amit a Volán hoz nekünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Szélig Viktor volt, aki a közelmúltban vehette át a Bibi Toriani díjat, és került be a Hall of Fame csarnokba, a Hírességek csarnokába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.